Kemecsén a Répási Mihály 1848-49-es kegyeleti emlékparba válják a megemlékezőket, ahol 16 órától kezdődik az ünnepség. Lipők Sándor polgármester mellett Sesták Oszkár a Vármegyei Közgyűlés elnöke, Sesták Miklós országgyűlési képviselő és Navracsics Tibor miniszter is beszédet mond, valamint a helyi általános iskola diákai adnak ünnepi műsort. Záhonyban március 14-én 11 órától kezdődik a megemlékezés a Művelődési Ház Színház termében, ahol Tilkiatila országgyűlési képviselő és Lesko Miklós alpolgármester mond ünnepi beszédet, majd a város kisiskolásai adnak műsort. Vásárosnaményban március 14-én kedden rendezik meg az ünnepi műsort, fél kettőre várják a megemlékezőket a Gergely Ugornyai Petőfi Sándor iskolába, ahol Filip Sándor polgármester mellett Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője mond ünnepi beszédet. Kisvárdán szintén március 14-én emlékeznek meg a forradalom hűseiről, a Várszínház és Művelődési központ színház termébe várják az érdeklődőket, ahol Leleszi Tibor polgármester mond ünnepi beszédet 14 órától, majd ünnepi menet indul a Petőfi szoborig. Fehérgyarmaton március 14-én 15 órára várják a megemlékezőket a Városi Művelődési Házban, ahol Péter Csaba polgármester és Tilki Attila országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet, majd a helyi gimnázium diákjai mutatják be a Haza Mi Vagyunk című ünnepi műsorokat. Tiszavasváriban szintén az ünnep előestéjén, március 14-én 17 órától kezdődik a megemlékezés a polgármesteri hivatal dísztermében ahol Szőke Zoltán polgármester mellett Vinnai Győző országgyűlési képviselő mond beszédet, majd helyi kisiskolások adnak ünnepi műsort. Az ünnepség pedig fáklyás felvonulással és lovas huszárokkal zárul a Vasvári Pál szobornál. házán szintén március 14-én kezdődik a programsorozat, de a hivatalos ünnepség március 15-én szerdán 10 órától kezdődik a Kossuth téren, ahol a város polgármestere Kovács Ferenc mond ünnepi beszédet, majd átadják a Krúdi Gyula díjat. Nagykálóban március 15-én 11 órától kezdődik az ünnepség a Városi Sportcsarnokban, ahol Vonza Andrásné a járási hivatal vezetője mond beszédet, és a Városi Iskola diákjai adnak ünnepi műsort. Máté Szalkán szintén március 15-én 17 órától várják a megemlékezőket a Kálvin térre ahol a város polgármestere Hanusi Péter és Jánosi Zoltán irodalomtörténész mond beszédet, majd 18 órától a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola nagy termében ad ünnepi hangversenyt Nagy Péter Zongora művész.